Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A múlt heti csonka fordulóhoz hasonlóan ismét kevesebb mérkőzéssel szolgáltak a csapatok a Városi Kispályás Bajnokság első osztályában. A találkozók egy részét későbbi időpontban játsszák majd le, azonban más meccsek eredménye a zöld asztalnál dől majd el. Lejátszottak egy a 20. fordulóból elmaradt mérkőzést, a MÁV Gépészet Zöldker 96 Kft. Összecsapást. Lássuk, miként alakult a két kieső jelölt csatája. Tehát a 20. fordulóból elmaradt mérkőzés, a MÁV Gépészet Zöldker 96 Kft. Az a találkozó, amely kiesési rangadónak is minősül. Hiszen a Zöldker a 11. a bajnokságban, még a MÁV Gépészet a 12. helyen, és mindössze egy pont különbség van a két együttes között. Jobbról balra támad a MÁV Gépészet fehér mezben, kék nadrágban. Még Pepitában, kék-fehérben a Zöldker 96 KF. Polákovics tette tovább. Jó volt a visszahúzott csel. Farkas Roland mutatta be. Nagy. Csóka, a MÁV kapusa rúgja ki a labdát. Bobori. Boborit előzte meg Nagy Béla. Nagy lehetőség. Aztán szereli őt a MÁV védője, Bodor Károly. Bobori. Bobori végezheti el a szabadrúgást. Nem is volt rossz, alig került el a bal kapufát a lövés. Decemberben a két együttes már találkozott egymással, akkor 2-2-es döntetlenre végeztek. Mindkét csapatnak égetően szüksége van a pontra, pontokra. Bobori, ez lecsúszott a lábáról. A MÁV Gépészet az utóbbi fordulókban jó sorozatot tudhat magáénak. Mérkőzéseket nyertek, gyűjtögették pontjaik számát, és elmozdultak az utolsó helyről. A Zöldker pedig hullámzó teljesítményt mutatva menetel. Molnár. Farkas. Molnár kapja vissza. Bobori lőtt is. Lővének kellett hárítania. Bodor. Jók a cselek. Visszakerül hozzá. Lőve véd. Bobori előzte meg Polákovicsot, aztán Nagy szerzi vissza, jól tartja a labdát. Még mindig Nagy, hárman is támadják, és végül elhozza a MÁV a játékszert. Bobori. Keresi a társat, hova lehetne adni. Keményen támadta őt Berki. Molnár. Kemény lövés, lövének kellett állítania. Polákovics. Ez egy váratlan megoldás volt. Passzolni próbált a 6-os számú Bencsik Tibor, és Rapali érkezett, aki egyből kapura lőtt. Spárgáznia kellett a Zöldker hálóőrének. Szoglat után bedobással folytatott a játék, kifelé
Kolákovics. Berki. Nagy, Bobori szerel. Eddig mezőny fölényben a MÁV képészet. 4 perc telt el a mérkőzésből. Azonban gólig még nem jutott el egyik csapat sem. A MÁV gépészet március 26-án játszott utoljára, tehát elég régen, és akkor 8-1-es győzelmet arattak a Sünés barátai együttese felett. A zöldkernek is sorozatban maradtak el a mérkőzései az utóbbi hetekben. Ők is a 19. fordulóban léptek tányára utoljára, akkor a Csé pluszétől kaptak ki 4-0-ra. Tehát két pihent, avagy formából kiesett csapat. Ez majd elválik a mérkőzés folyamán. Molnár egy sarokkal tette tovább. Rapali. Bencsik szerelte. Visszakapja a kényszerítőt. Bodor lépett közbe, majd Bencsik gáncsolja hátulról. És 2 perces kiállítás Bencsik Tibornak a zöldkör együtteséből. A 6-os vonalról hozhatja játékba a labdát a MÁV gépészet. Farkas. Bodor. Farkas lövi el távolról, lővehárít ismét. Játékvezetői labda, hiszen tetőt ért a játékszer, a zöldker pedig sportszerűen visszaadja azt a MÁV-nak, hiszen ők voltak támadásban. Farkas. Nagy tisztázott. Molnár. Még mindig ő, egészen kilépnek rá Rapali. Farkas, a leghátsó ember a MÁV-ban. Csőrrel próbálta ellőni. Nagy Bélában akadt el a labda. Bobori! Ez is levágódott. 7. perc múlva 0 a mérkőzés állása. Bobori! Farkas! Kapufa! Felső lécről vágódott ki a labda. Nagy lehetőség volt. Bencsik. Bencsik István a sarokban. Rapali támadja, aztán Farkas is odaér. Marad a labda a zöld kernél. Lassan letelik a kiállítás. És kiegészülhet a kék-fehér együttes. Bencsik lövi elkapásból, nem volt rossz. Molnár. Bobori. Molnár nem tudta lekezelni a labdát. Bobori Balázs, aki most a MÁV gépészeti játékmestere. A Videotonban nevelkedett, és pályára is lépett az NB1-es együttesben. Bencsik, Bobori szerelte. Farkas bedobása. Rapali. Bencsik Istvánról vágódott ki a labda. Újabb bedobás. Bobori érkezik, és fejjel a kapu mellé helyez. 9. perc, még mindig 0-0 az állás.
Molnár. Bobori. Rapali próbált zavarni a kapu előterében. Hán ez nem csapta be lővekapust, ez pedig csúnyán lőtte fölé, mellé Farkas Roland. Császár kirúgása. Bencsik iramodik meg a jobb oldalom, szabad rúgás a zöld kerjamára. A pontrúgás Bencsik Isten végzi el. Rapalin pattant meg a labda, így szöglet. A zöld kernek. Nagy. Farkas indulhat meg. Rapali középen. Kisé hát a mögé kapta a labdát, aztán bevárja, amíg visszaérnek a zöld ker védői. Majd pedig Bencsik István szabálytalankodik a zöld ker térfelének közepén. A labda mögött Bobori és Bodor Károly, a szabad rúgást pedig Bodor végzi el. Legurítja Molnárnak, aki elveszi a labdát. Farkas. Bodor egészen hátra. És ez bizony szöglet. Nem értették meg egymást a kapussal, csókával. Bencsik lő, levágódik. Ez pedig már kint. Császár. Molnár. Rapali lép oda. Csóka véd. Kirúgás. Bodor. Farkas. Bodornak kezd vissza. Nagy csípje az átadás, aztán Bobori szerel. Farkas már a hatos vonalnál, lőve véd. Rapali szöglete a 13. percben levágódik. Császár. Bencsik. Luftot rúgott. Bobori. Félpályáról lövi el. Lőve könnyedén hárít. Bencsik Tibor. Bodor. Kötényt osztott ki, aztán lővének kellett ismét közbeavatkoznia. Farkas lövése után egészen hátul Bobori a 9-es vonalnál csinál egy cselt, aztán a másodikba már belebonyolódik. Fordulhatott volna a zöld ker, ám az indítás nem volt pontos. Császár. Bencsik, Molnár szerzi meg, Bodor, Polákovics csípte el, ám nem tudta megtartani.
farkas. Messziről lövi el, lőve véd. Nagyon szépen, korádés mozdulattal tolta ki. Tudhat a labdával, Molnár szerelte őt. Császár. Egészen saját kapusáig. Bencsik. Nagy. Nagy Béla bedobása. Bencsik tette kapura, nem volt erő a lövésben. Farkas. Szép volt a passz. Aztán Bodor már nem tud középre játszani. Nagy Béla. Császár bedobása. Molnár nyomta el. Bencsik is István. Nagy Béla szabad rúgása. Érzésem szerint nem volt meg a 3 méter a sorfal és a labda között. Bencsik bedobása. Polákovics fejjel. Bobori teszi ugyanezt. Bencsik lökte a levegőben. Így a MÁV hozhatja föl a labdát. Molnár. 16. perc 0-0. Molnár még. Bodor. Rapali, Molnár kapja vissza, szép kombináció volt, ám a befejezés célt tévesztett. Polákovics. Molnár szerelt keményen, Farkas még bent tartja. 3 ember között próbálja elvinni, ez nem sikerül neki. Az újonnan beállt Stojanovics, Slavisa viszi el a labdát. Egészen a sarokig, aztán beadni már nem tudta. Bobori. Bobori lövi el. Mellé. Bencsik kirúgása. Molnár. Bobori. Bodor. Stojanovicsal szemben. Aztán Bodor kapja vissza a palitól, és ismét lőve véd. Kitűnő teljesítményt nyújt eddig a zöldker kapusa. Molnár. Jó volt a csel. Aztán a passz is szép. Farkas, Rapali, kipattan, még mindig ott a lehetőség. Molnár forgolódik, és nem tudta kapura tenni. Nagy helyzet volt ez is. Polákovics kirúgása. Bobori fejjel vissza. Farkas. Jól tartja meg eddig. Aztán Molnárhoz passzol. Molnár lövi el. Úgy 50 centivel ment a bal kapufa mellé. Bencsik. Ábele szerzi meg. Stojanovics. Farkas még elérheti.
Molnárnak teszi hátra. Molnár még mindig. Ellöpi messziről, ismét lőve véd. Farkas szögvete, Bodor. Megszeridíti a labdát, aztán csinál egy cselt, majd a kapu mellé lő. Körbe lövik a zöldker kapuját a MÁV játékosai. Bencsik kirúgását Bobori fejeli vissza Ábele, nem tudja megszerezni a labdát. Bencsik Bobori előzte meg Nagy Bélát, aztán Ábele próbálkozott átvergődni Bencsik Istvánon. Lákovics. Nem értették meg egymást a kapussal. Szöglet a MÁV javára. Bodor végzi el a szögletet. Szép gól volt! Ábele érkezett középen, aki fejjel a jobb felső sarokba jutatta a labdát, tehát a 21. percben 1-0-ra vezet a MÁV gépészet együttese. Ábele Márton mintegy 4 perce van a pályán, és már is gólt szerez. Bencsik. Molnár. Négy perc van hátra az első játék részből. 1-0 a MÁV gépészet javára tehát. Bodor. Molnár. Bodor kapja vissza. Nagyról vágódik le. Bencsik viszont nem bírta lekezelni az előre vágódó labdát. Bencsik. Bobori vissza. Farkas. Ábele. Nagy szereli. Molnár még visszaszerzi. Aztán Bobori indíthatja újra az akciót. Ez nem sikerül. Bencsik István lódul meg a jobb szélen. Ellövi, és a hálótartó vasat találja el. Bobori. Egy ember mellett elment, aztán kettőn is túljutott, a harmadikon már nem sikerült. Stojanovics állította meg szabálytalanul. A pontrúgást a sértett végezheti el. Levágódik Stojanovics. Ábele szerzi meg. Aztán rosszul passzol. Bencsik fordulhat. Stojanovics. Jó a középre tett labda. Bencsik István nem érkezett rá elég fürgén. Ábele fejjel vissza a Molnár középen. Lelopják a lábáról, nem szabálytalanul. Kilenc méterről jár a szabadrúgás a MÁV gépészet javára. Bobori a labda mögött. Farkasnak gurítja le, aki a kapu mellé lő. 24. perc tehát, 1-0-ra vezet a MÁV gépészet. Nagy. Boborinak osztott ki egy kötény. Stojanovics bedobása csókáé. Farkas.
Ábele, Farkas kapja vissza, aztán a kapu mellé helyez. És most járt le az első 25 perc, tehát MÁV Gépészet, Zöldkert 96 Kft. 1-0. Ismét útjára indul a labda a második fél időben, amelyet a Zöldker együttese kezdett. Polákovics, nagy. Bodor esik el, mert tovább a játék. Stojanovics lövi a kapu mellé. Molnár. Bodortól kapta vissza. Molnár éved előre. Boborit támasztották meg a levegőben. Molnár. Farkas fordulhat. Bobori egyből tette középre, ám ott játékostárs nem érkezett, ahova ő gondolta volna. Ábele, Bobori. Kezezést reklamálnak a MÁV játékosai, a játékvezetők szögletet ítélnek. Bodor. Farkas hozhatta játékba a labdát az oldalvonalról, aztán Bobori az passzol, Bencsik löki föl. A 7 méteres vonal környékéről végezte el szabadrúgást a MÁV Gépészet. A taktikát próbálják megbeszélni a játékosok, hogy hogyan is végezzék el. Mi legyen a kombináció, amely eredményre vezethet. Farkas. Boborinak levágódik. Nagy Béla ugrott ki a lövés elé. Bobori dobja haza Csókának. Bodor. Farkas. Ott van az üresen maradt ember Ábele, aki nem tudta a hálóba jutatni a labdát. Szöglet. Bodor szöglete. Ez is levágódik. Ez már a harmadik sarokrúgás, amit egymás után van végezhetnek el a fehérmezesek. Bodor ismét. Bobori a saját tér felén kiengedi a labdát. Farkas. Bodor. Farkas ismét előre. Átpattan a kapus fölött. Veszélyes volt. Lőve Gyulának kellett kitornásznia a lassan hulló labdát. Bobori. Farkas lövél egyből, és Ábele késik le középen. 30. perc. 1-0-ra vezet a MÁV Gépészet.
Bobori adta vissza a labdát a zöld kerti játékosainak. Bencsik, Bobori támadja. Bencsik ismét. A másik Bencsik volt, Bencsik István, aztán Bobori farkas labdájával lővevéd, Molnár pedig nem tudja megszerezni. Jó volt a csel, belép, csapta be. Bobori. Jól vette észre Bodort a bal oldalon, aztán Ábel elől húzzák ki a labdát. Nagy. Molnár egészen hátul, aztán Farkas csúszik el, Berki dobhatja be, Nagy, Molnár szerelte át le, Molnár nem tudta továbbítani, Polákovics Mihályban akadt el a labda. Bobori bedobása. Ábele sarokkal keményen Berkiről vágódott le. Aztán Ábele ismét. Bencsik Tibor. Molnár teszi ki. Bencsik bedobása. Berki lehúzta a fejét, így fordulhat a MÁV. Bobori ellövi, lőve hárít. Polákovics emeli ki. Farkas bedobása, Boborinak volt kicsit magas a bedobás. Nyolcadik perc, még mindig 1-0 a mérkőzés állása. Nagy Béla, Farkas támadja, aztán Molnár veszi át Stojanovicsot. Bodor szerzi meg és indítja a bal oldalon Boborit. Ábele várja középen. Berki ért vissza. A szögletet Farkas végzi el. Bodor, Molnár. Csóka. Bobori felé. Jól vette észre Farkast, aki középre mozgott. Majd pedig nem találta el a kaput. 9. perc. Még mindig 1-0 MÁV javára. És a zöld ker nem is jelent különösebb veszélyt a MÁV kapujára. Tulajdonképpen Csókának nem volt túl sok hárítani valója. Eddig a mérkőzésen Molnár, Stojanovics, Nagy, Bodor szereli. Bencsik bedobása. Polákovics jól húzogatott két ember között, aztán a lövésben már nem volt erő. Farkas
elhagyja egy pillanatra a labdát. Molnár teszi hátra az éppen cipőjét kötő kapusnak, aki kirúgja a labdát. Polákovics. Stojanovics. Nagy. Saját magát is befűzte a cselbe. Áll bele, Molnár tisztán fölé. Polákovics. Nagy. Olyannyira üres területre, ahol semmilyen játékos nem tartózkodott sem, fehér sem pedig kékmezes. Bencsik szerzi meg, aztán Bobori szereli. Marad a labda a zöld kertnél. Stojanovics Ábeléről vágódik le. Bencsik. Berki. Hosszú a labda neki. Farkas. Második félidő 12. perce tehát. 1-0-ás MÁV gépészet vezetés. Bobori cselezget, Császár támadta őt. Bobori labdája pedig Berkiről vágódik le. Molnár bedobása. Egészen hátra, saját kapujáig. Aztán Csóka dobja ki. Bobori teszi le. Rövid volt Ábelének. Bencsik István. Bodor szereli. Császár. Stojanovics. Császárnak hátra. Polákovics. Molnár fejeli vissza Ábele. Nagy szedíti meg. Aztán Bobori mellett megy el. Jól tette be. Most viszont hárítania kellett Csókának. Bobori kapja a keresztlabdát fejjel középre, Ábele pedig szintén fejjel próbálta kapura tenni. Némileg elkerülte azt. Császár! Jól csapja be Ábelét. Aztán visszakerül a labda. És Polákovics indulhat. Nagy, kemény lövés. Csóka véd. Harmincnyolcadik perc. 1-0. Egy újabb szöglet. Bencsik végezheti el ismét, aztán Polákovics lőtte rá. Ábeléről vágódott le a labda. Császár. Nagy Béla. Két ember között tudja elvinni a labdát. Polákovics. Bencsik még megszerzi a vonal előtt. Csóka érkezik jókor. Stojanovics, Ábele, kicsi elkapkodta, úgy érzem. Aztán Polákovics kanyarintja vissza, Molnár pedig szerel 3-2 ellen. Molnár, Ábele, 2-0!
Második félidő 15. perce tehát, Ábele második góljával 2-0-ra vezet a MÁV gépészet együttese. Egy leindítás után, jó labdaszerzés után három támadó tört két védőre, és ezt ki is használták a fehérmezesek. Tehát 2-0 a MÁV gépészet javára. Stojanovic keresztbe a kapu előtt. Csóka. Nagy Béla. Messziről lövi el kapu fölé. Kolákovics. Ábele keményen tette oda a lábát. Bobori lőve farkas elől mentett a portás. Farkas. Bobori fordul le, aztán Bencsik lábáról vágódik vissza. Bodor. Kolákovics. Nagy. Bencsik. Ott senki nincs. Molnár. Nem volt pontos a labdája. Kint volt. Bobori. Jó volt a csel. Aztán Polákovics lépett közbe. Nyolc perc van még hátra a mérkőzésből. 2-0-ra vezet a MÁV gépészet. Bobori fejjel. Nem sokkal került el a kaput. Bobori. Kint van. Csóka. Polákovics. Ábel egy csipjel a levegőben. Mondom, ez csak időleges, hiszen Stojanovics lőhetett kapura. Ez levágódott Bobori lábáról. Polákovics. Bencsik. Molnár volt szabálytalan. A hatos előtt lökte a kék-fehérek támadóját. Tehát a második félidő 19. percében a zöld kert, azon belül pedig Nagy Béla végezhet el szabadrúgást a kaputól 7 méterre. Nagy gurítja lesz Stojanovics, levágódik a sorfalról, és még elcsípi a vonal előtt a MÁV hálóőre. Csóka. Bobori. Meg tudja tartani a labdát? Előre teszi. Üres a kapu. Ábel lövése került el. Polákovics. Császár. Polákovics kapja vissza. Ábele támadja, Nagy Béla. Bobori buktatja. Alig kevesebb, mint 6 perc van hátra. Bencsik. Nagy Béla! Csóka. Farkas. Nagy érkezik a labdáért. El tudja vinni. Aztán a kapu előtt lövi keresztbe.
kirúgással folytatódik majd a játék, hogyha a hálóőr megtalálja a labdát. Ez megtörtént, és folytatódhat a játék. Bobori mellel teszi le Farkas, még mindig ő, aztán Boborinak próbálta visszatenni, ám a tízes számú játékos ekkor már eljött onnan. Lőve védett ismét. Második félidő 21. perce. Bobori kapu mellé. Császár. Bencsik Tibor. A zöld kerben nincs meg az az átütő erő, amely egy esetleges szépítő találatot eredményezhetne. Polákovics. Ábere szerzi meg. Ott van a helyzet. Ketten is ott voltak a MÁV játékosai közül, aztán elügyetlenkedték. Határozatlan volt mindkét játékos, Ábera is és Bobori is. Nem tudták eldönteni, ki legyen az, aki kapura teszi a labdát. Ábere most viszont egyedül próbálkozott, egy szép esernyőt cselt mutatott be, aztán egyből lőtt. Ám a lövése elkerülte a kaput. Nagy Béla. Messziről nem sokkal ment mellé. Jó lövés volt. A 47. perc, tehát 2-0-ás MÁV gépészet vezetés. Bodor, Ábele, Császár találja telibe, aztán még egyszer lő, lőve gyulatolja ki a bal alsó sarok elől a labdát. Szögletre mentett. A sarokrúgást Farkas végezheti el. Bobori kapu mellé lőtt ismét. Két perc van még hátra a találkozóból. Bodor szerez labdát. Szépen tette tovább. Farkas levágódik Polákovicsról. Farkas bedobása. Bobori fejelt. Nagy. Nagy Béla még. Jól tartja a labdát, ám ezzel nem jut előre csapata. Bencsik. Stojanovics kapu mellé lő ő is. Molnár. Most veszi előre. Hosszú volt kicsit az átadás. Császár. Úgy érzem, a zöldker játékosai lélekben már feladták ezt a mérkőzést. Hiszen nem is próbálkoznak már a támadással, csupán előre rúgdossák a labdákat. Nagy Béla. Bele volt vele szemben szabálytalan. Utolsó percben járunk. Császár gurítjere, Nagy Béla, aztán Polákovics. Jó elképzelés volt, ám belenyúlt egy védőláb. Azt szögletet Polákovics végezheti el. Talán a mérkőzés utolsó zöldkert támadása. Nagy. Bencsik. Molnár szerel. Szabadrúgás befelé.
Nem, bedobás. Nagy Béla, Bobori fejeli ki, Stojanovic fölé. Farkas. Csóka. Ábele. Bodor, Polákovics lépett ki. Ábele szerzi vissza. Aztán nem értük meg egymást Bodorral. Polákovics, Bodor buktatja hátulról, 2 perces büntetést kap ezért. A MÁV gépészet 2-es számú játékosa, büntetését már nem kell letöltenie, ő már nem tér vissza a pályára, hiszen a rendes játékidő már letelt. 30 másodperccel vagyunk túl a második 25 percen, talán az utolsó momentumok egyike a mostani. Császár lövi el, Nagy Béla hátáról pedig a kapu mellé pattan a labda. És most van vége a mérkőzésnek. A MÁV gépészet úgy érzem teljesen megérdemelten nyert 2-0-ra a Zöldkert 96 Kft. Ellen, és a MÁV ezzel helyet cserélt mostani ellenfelével, a Zöldkerrel. 12 ponttal a 11. helyre jött föl, még a Zöldker lecsúszott a 12. helyre, akinek maradt a 10 pontja, tehát 20 mérkőzés után. Tehát még egyszer a végeredmény: MÁV gépészet, Zöldker 96 Kft. 2-0. A C plusz V Blue hétfő Fevita, Sunyi és barátai Gallon Kft. MÁV gépészet meccseket május 23-ára, míg a Klubfeca Bombombolt mérkőzést május 25-ére halasztották, de lássuk, mi történt a lejátszott találkozókon. A 22. fordulóban kiesési rangadót vívott egymással a Másfészta és a Zöldker 96 Kft. Csapata. Novemberben a Zöldker nyert 5-2-re, és a szerdai összecsapáson is a kékfehérek kezdtek jobban, és 2-0-ás vezetésüknél cseréltek térfelet az együttesek. A folytatásban sem változott a játék képe, Másfészta játékosai ugyan eljutottak a Zöldker kapujáig, ám komolyabb veszélyt nem jelentettek arra. Annál inkább az ellentámadások, már 5 gól volt a Zöldker előnye, amikor a sárga feketék végre megszerezték szépítő találatukat, melyre az ellentámadói hamarjában 2 góllal válaszoltak. A találkozó utolsó találatát a sereghajtó Másfészta szerezte, beállítva így a 2-7-es végeredményt. Folyamatosan küzdöttünk, szaladtunk, visszaálltunk mindig, és kontrában mindig gólokat rúgtunk. Most először játszottam a Zöldkerben, és szerintem az esélyed még van, hogy így játszunk továbbra is. Egyértelműen kiesésre satszolok, esélyünk nincs a bemaradás, azt hiszem, hogy nagyon ránk kér, hogy erősítsük magunkat, mert ennek a csapatnak sajnos erős az első osztály, bár nagyon sok meccsen magunkat verettük, meg van egy olyan érzésem. Ez a mai meccs milyen volt, hogy érzed belülről? 0-0-ig biztos, hogy forba voltunk velük. Még azt hiszem 2-0-ra, amikor elmentek, még akkor is nekünk állt a zászló után, természetesen a kapott gólok után szétestünk, és ezáltal érzem úgy, hogy ennyivel nem voltak jobbak, saját magunkat verettük meg. A Fapados öröző bádogos mérkőzésre a bádogos nem tudott megfelelő létszámmal kiállni, így a találkozó elmaradt. A Fedél Kft. Turulány összecsapás első percei kiegyenlített küzdelmet hoztak, majd a Turulány fokozatosan átvette az irányítást. Az őszi idényben a címvédő Turul nyert 10-3-ra, és most is ők szerezték a találkozó első gólját. A találat után a kékek sorra vezették akcióikat, melyeket zömében góllal fejeztek be. Az első félidő végén aztán megvillant a Fedél és szépített, ám erre a Turul gyors góllal válaszolt is, így 1-5-nél fordultak a csapatok. A második játék részben sokkal jobb játékot mutattak az előnyben játszó gárda labdarúgói, és magabiztosan, szinte már-már demoralizáló 8-1-es győzelmet arattak a tabella 7. helyén tanyázó Fedél Kft. Felett. Valóban ennyivel jobb a Turul, mint amit az eredmény mutat? Valóban. Egyénileg simán megvertek minket, párharcokat, mindent megnyertek. Erőszakosabbak voltak, ez egy az egy elleni játékban, hát ennyivel jobbak. Miért volt szükség arra, hogy te állj a kapuba? Hát elvesztette a kapusunk a fonalat, meg hát mégis hát sok ember, és hát hangulatember a kapusunk, és már nem nagyon volt kedve. Látta a csapaton, hogy nem nagyon harap, és ügyelmet neki is. Elég sok sérültel álltunk fel a mérkőzésre, sőt volt, aki el sem tudott jönni, annyira sérült volt. Kicsit tartalékosan, de most végre jól játszottunk, úgy érzem, hogy eltaláltuk a ritmus. Öltözöm, egy kis felmosással kezdtük a mérkőzést, hogy a idei 6 meccs van vissza, illen egy kicsit
jobban játszanunk, megfogadta a csapat, végre mindenki hajtott ezt a dolgát, úgyhogy úgy érzem, most jól játszva is biztosan győztünk. És akkor nézzük az eredményeket. A 20. fordulóból elmaradt mérkőzés, MÁV Gépészet, Zöldkert 96 Kft. 2-0, a 22. fordulóban pedig a lejátszott két mérkőzés eredménye, Más Tészta, Zöldkert 96 Kft. 2-7, Fedél Kft. Turullány 1-8. A többi mérkőzést később játsszák majd le. Tehát nézzük a bajnokság jelenlegi állását. Első a Csépluszé 36 ponttal, második a Bombombolt 32 ponttal, harmadik a Fapadosöröző 31 ponttal, negyedik a Klubfeca, ötödik a Turullány, hatodik a Bádogos, hetedik a Fedél Kft., nyolcadik a Suni és Barátai, kilencedik a Gallon Kft., tizedik a Blue Hétfő 15 ponttal, és nézzük a kieső jelölteket. 11. a Zöldker, 12. a MÁV Gépészet, 13. a Fevita és 14. a Más Tészta 9 ponttal. Kedves nézőink, a kispálya ennyi volt mára. Legközelebb szombaton várjuk Önöket a képernyők elé. Kérem, tartsanak velünk akkor is, hogyha kedvük tartja. Mára megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.